Az Inácsi önkormányzatnak nem volt kerete egy ehhez hasonló játszótér megépítéséhez, valamint pályázat lehetősége se állt rendelkezésre. Látva a sürgető problémát, Wolf Ferenc községi képviselő felajánlotta a tiszteletdíját erre a célra. Ebből indult a gyűjtés, és végül 1.360.000 forint érkezett felajánlásokból. A falunapon hirdették meg a gyűjtést, és a tombola teljes bevételét erre a célra fordították. Nagyon sok magánszemély és vállalkozó ajánlott fel értékes tombola tárgyakat. Dr. Gál Imre polgármester elmondása szerint az igazi öröm azon felül, hogy összejött a szükséges pénz, az volt, hogy a lakosság nagy része megmozdult, és a sok kisnyugdíjas a csekéke pénzéből is fontosnak érezte az adakozást. Körülbelül 200 adományozó volt. Igyekeztek a szervezők mindenkinek névre szóló meghívót küldeni erre az eseményre. A játszóteret Farkas Ágnes helyi kertépítő tervezte meg. A földmunkákat a Subidubi Kft. És Varga Zsolt végezte. A kivitelező a Nonprofit Kft. Volt Talapka Gábor vezetésével. A kerítés és padok kihelyezésében Szarka József, a Kelet-Európa Misszió munkatársa tevékenykedett. A kőműves munkák és a viakolor lerakása Ambrus Tamás dicsérik. Mivel a lakosság egy része nem ismeri jól az új óvodát, ezért annak épületét és környezetét is bevonták a tervekbe. Hivatalos átadás helyett inkább gyermekzsúrt terveztek, melyet sok színes ötlettel igyekeztek emlékezettessé tenni. A játszótér azóta is naponta sok-sok gyerek önfeledt szórakozását szolgálja. Természetesen maradt még feladat az elkövetkezendő időre is, hiszen a fásítás az őszi időszakban következik majd.